Szerintem erre úgy kell születni az embernek, hogy van valami érzéke a gyűjtéshez, valamilyen fajta rendszerező elme. 64-től kezdve, tehát 17 éves koromtól kezdve gyűjtök. Szakmának vagy ilyesminek nem is tekintendő semmiképpen, ez egy hobbi. Én volt olyan lemez, ami után 15 évig rohangáltam, a vinil után, és hát van olyan CD, amit 20 éve nem tudok egyszerűen megkapni. Én gyűjtöm a lemezt, de azért a hozzávaló könyveket, meg másfajta könyveket is. Beleértve több évtizedre visszamenőleg zenei szakfolyóiratokat. Tehát ezt már aztán megint tárolni kell, persze természetszerűleg, de szerintem a kis lakásokban is meg lehet ezt nagyon észszerűen oldani. Biztos, hogy van, amikor az embernek a fogához kell vernie a garast, hogy valamit megszerezzen, utána járjon, de hát ezt tervszerűen kell csinálni. Tehát van nekem olyan ismerősöm, akinek van 5000 lemeze, és hogyha lát valami rendkívüli dolgot, akkor megvásárolja, és akkor utána nem eszik. Hát miután én az első pillanattól kezdve magyar jazz történettel foglalkozom, illetve kelet-európai jazz történettel, ezzel kerültem be a rádióhoz is, mindenképpen a korai magyar anyagok. Tehát mondjuk az, hogy 904-ben magyar cigányzenekarok ragtime-okat játszanak, ma már nem akkora kuriózum nyilván, mint 4-5 évtizeddel ezelőtt volt, amikor megtaláltam a hangfelvételeket, mit tudom én, valahol a Salgótarján környékére mentünk pár évvel ezelőtt, és olyan 915 körüli lemezekből annyi volt egyetlen kicsi, nagyon kicsi gyűjteményben, mint kb. Ennyi lehetett az egész gyűjtemény, és ebből ennyi volt. Egy olyan lemezmárka, amiről addig összesen a Magyarország összes ismert gyűjtőjénél nem volt annyi darab. Kieső kis faluba volt, ráadásul árvíz után, egyszerűen meg akartak szabadulni tőle, és nyilván nem akarták kidobni a kukába. Na hát most már azért egy kicsit későbbi területtel foglalkozunk. Tehát ugye, ami most megjelent könyv is egy hónappal ezelőtt, az a 919 és 950 közötti magyar jazzről szól, egész pontosabban a budapesti jazzről. Hát Óbuda az egy érdekes történet az én életemben, hogy egyik barátomtól jött egy ajánlat, hogy hát itt éppen Óbudán keresik meg egy megfelelő szakembert, egy olyat, mint te vagy. És így kerültem a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetbe, aminek a Bécsi úton volt a központja. Létrehoztuk a Jazzoktatási és Kutatási Alapítványt, amelyik székhelyét Óbudára tette. És hát annyira sikeres lett az alapítvány, most már jól számom, 25. esztendeje működünk. Eddig csináltunk több mint 100 CD-t, kiadtunk 20 vagy 22 könyvet, és hát visszamentünk régebbi dolgokra, tehát van egy olyan speciális CD-nk, hogy ami az osztrák-magyar monarchiának a zenéje, amit egy osztrák kutató állított össze a saját lemezgyűjteményéből, és ebből lett egy CD aztán. Úgyhogy ez a legfontosabb tevékenységünk, ami hát a mai napig Óbudához kapcsol bennünket.